Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2015. január 16-án, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Ágfalván a Doni áldozatokra emlékeztek. Idén is folytatódik Bükön a Kultúr Wellness. Újkéren a katolikus templomban rockzenekar koncertezett. Bükön a műfüves pályán és a sportcsarnokban készülnek a szezonra. Csepregre kerülnek Devecseri László költő, író, kanadai emlékei. Szakmai tanácskozást tartottak a csepregi borászok. Bükön új mozgásformát is választhatnak a hölgyek. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! A 20. század egyik legnagyobb magyar drámája a Don Kanyarnál történt, ahol a magukra hagyott katonák puskákkal álltak szemben a tankokkal. Ágfalván évente megemlékeznek a helybéli áldozatokról. Reményik Sándor, a katonák. Külön-külön, mint csöndes emberek, egy-egy tavaszból összbehajló ág, együtt a katonák. Külön-külön úgy lehet, mindenik beleborzadna, mikor öldököl, együtt egy rettentő véres ököl. Külön-külön halk, búspásztortüzek, itt-ott csillan a lángjuk tétován, együtt egy hömpölygő tűzóceán. Magukra, mint külön kis életek, fáradt ívük magasból mélybe száll, együtt, jaj, együtt a halál. Pék Zsuzsanna polgármester történelmi összefoglalóját hallják. Tisztelt megjelentek, kedves megemlékezők! 72 éve, 1943. január 12-én kezdődött a II. Világháborúban a szovjet vörös hadsereg támadása a Donkanyarban, amelynek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős II. Magyar hadsereg. Ez volt a magyar hadtörténet legnagyobb veresége. A II. Magyar hadsereget német követelésre, kormányközi egyezmény alapján küldték ki az orosz frontra. A magyar vezetés a részvételtől újabb területek visszacsatolását remélte. A magyar csapatokat hadászati vonatkozásban a németeknek rendelték alá, a felfegyverzést illetően pedig csak szóbeli ígéretet kaptak Berlintől. A frontra kiinduló 207 ezer fős II. Magyar hadseregbe csak a sorállomány 20%-át sorozták be, magas volt a tartalékosok aránya, a létszám szintén 20%-át pedig nemzetiségiek adták. A hadsereg élére Jáni Gusztáv vezérezredes került. A fegyverzet, a felszerelés hiányos és korszerűtlen volt, a vezetés a megígért német pótlásra számított. A magyar csapatok 1942. június 28-án kapcsolódtak be a harcokba, és július 7-én érték el a Dont. Az egységek itt 208 km hosszú szakaszon védelemre rendezkedtek be. A szovjet 40. hadsereg támadása 1943. január 12-én kezdődött. 30-35 fokos dermesztő hidegben. Egységeik az Urivi hídfőnél, a Voronyezsi front középső részén és a Csucsujei hídfőnél is áttörték a magyar védelmet. A német hadvezetés nem vetette be az arcvonalnak ezen a részén állomásozó egyetlen tartalékát sem, de a visszavonulást is megtiltotta. Jáni a mind rosszabbra forduló helyzetben is ragaszkodott ehhez a parancshoz. Január 16-ára, azaz 4 nap alatt a szovjet támadás 3 részre szakította a II. Magyar hadsereget. Az arcvonal felbomlott, eluralkodott a pánik. Jáni január 17-én elrendelte a 7. hadtest visszavonulását. Az elvágott és német alárendeltségbe került 3. hadtest tovább harcolt,
de február elején, miután sem ellátmánya, sem fegyverzete nem maradt, parancsnoka, a később szovjet hadifogságba esett Stom Marcell feloszlatta az alakulatot, melynek pár ezer katonája kijutott a szovjet gyűrűből. A doni veszteségekről pontos adatok még ma sem állnak rendelkezésünkre. A második magyar hadsereg körülbelül 110-120 ezer főt veszített. Az elesettek és a fogságba kerültek pontos számát megállapítani nem lehet. A doni katasztrófa a magyar hadtörténet legnagyobb veresége volt. A magyar katonák távol hazájuktól, idegen érdekekért harcoltak és estek el. Az elszenvedett áldozat tanulságul kell, hogy szolgáljon nemzetünknek, hisz mindannyiunkban felmerül a kérdés, hogy miért. Kállai Miklós, egykori miniszterelnök szavait idézve, az nem kétséges, hogy semmi keresnivalónk nem volt ebben a háborúban. Ennek ellenére a magyar bakák nem csak idegen érdekekért, hanem hazájuk védelmében harcoltak és haltak hősi halált. Magyar katonák, köztük Ágfalvi katonák, a távoli orosz harcmezőkön. A hadifogságból csak nagyon kevesen tértek vissza. 20-25 évvel ezelőtt még többen éltek közülük, akik sokat meséltek az átélt borzalmakról. Elképzelni el tudjuk, de átérezni szinte lehetetlen azt a fájdalmat, amit a távolharcoló katona érzett, és azt a reménytelen várakozást, ami a hozzátartozók gyötrelme volt. Az elesettek nevét országszerte emlékművek őrzik. Mai megemlékezésünkkel, megbecsülésünk és tiszteletünk fejezzük ki az áldozatokért. Ben is folytatódik a Büki Kultúr Wellness. A hagyományosnak számító programok mellett lesznek újdonságok, és néhány rendezvény jubilál ebben az évben, ahogy Bükkvárosa is. Magyar Kultúra napi műsorral indul a Büki programok sokasága, ami az év végéig szórakozást kínál minden korosztálynak. Indul a téli-tavaszi bábszínházbérlet, lesz hagyományőrző farsangi mulatság is, farsangi felvonulás télégetéssel, tánccal, mókával. És ezzel asszonyi farsang, nagy az érdeklődés, próbálnak már lefizetni minket, hogy mondjuk meg ki lesz a sztár fellépő, de most sem mondjuk meg. És hát igen, lehet jönni a kedves hölgyeknek, hál' Istennek nagy az érdeklődés, úgyhogy 6-án, február 6-án pénteken asszony farsang. Egy kicsit az idén beszálltunk az iparos bál tervezésével, segítségével, oda mindenkit invitálunk, hiszen Kósi János lesz az esti sztár fellépő. Úgyhogy lehet venni Német Sándor Dazsánál a jegyeket, lehet érdeklődni a fürdőétterembe, várunk szeretettel mindenkit. Aztán disznőlés, torkos csütörtökön, az igazi torkos csütörtökön,
és ezzel megint vitákat fogok szítani, de csak-csak-csak visszahozzuk a régi dolgokat az életünk. Meg lesz a hagyományos disznóülés, természetesen ugye, ahogy szoktuk, zenével, tánccal, este kóstoltatással, a kóstolójegyeket nem sokára kezdjük árulni, és itt egy kis helyreigazítást is a tévénézőknek, ugye kiment már a felhívás, meg az újságban is megjelent, viszont a két évvel ezelőtti ár maradt rajta, hogy sajnos nem 800 forint lesz a jegy, hanem 1000 forint lesz a jegy, kicsit drágítani kellett nekünk is, de hát várunk mindenkit megszokott módon, meghívtuk a civil szervezeteket, most úgy néz ki, hogy már egy-két vállalkozó is csatlakozott a disznőlő csapathoz, és hát majd várunk oda mindenkit estére egy kis mulatságra. Február vége, március elejére érkezni fog Zoller Gábor, érkezni fog Dunai Tamás színművész úr, az előadói estéből. Mondtam, hogy ezek kicsit erősebbek lesznek ezek a programok. Illetve már most tudom mondani a színház kedvelőknek, hogy március 28-án, szombaton, a Hevesi Sándor Színház vándordarabja fog itt bemutatkozni Bükön a színpadon, színházteremben, úgyhogy oda is szeretettel várunk mindenkit. Úgy gondolom, ez az első három hónap is már egy kicsit színes lesz, és hát április végétől pedig robbanunk. Tervek szerint április utolsó hétvégéjén kezdődik, október első hétvégéig tart majd a Kultúr Wellness. Ugye hát sok mindent tervezünk most a programokon kívül, kisebb programokon kívül többek között a költségvetést, illetve hát elég sok pályázatunk van előkészítés alatt, várjuk, hogy kijöjjenek a pályázatok, és gőzerővel írjuk őket és adjuk be őket, hiszen az idei év az több szempontból is jubileumi év, ezt már többször lenyilatkoztam jó magam is az év végén, illetve polgármesterül is, ugye legnagyobb, hogy 750 éves a település, de hát több rendezvényünk is jubilál, többek között az Arató ünnep, illetve a Gyógybornapok, amit ugye idejében harmadszor szervezünk, és ugye 10 éves lesz. Az Arató ünnep pedig hát megjelent a 4. évszázadot, és hát oda is egy kicsit nagyobb programmal készülünk, illetve a régi hagyományos Arató bandák mellé úgy néz ki felsorakozik egy-két új, hát hál' Istennek megy a híre a rendezvénynek. Hát igazából egy komplett kis, egy kétnapos fesztivál lesz ráépítve. Tehát a napszám növelést azt nem tervezünk, de az Etnofor forgatag, ami az idén kiemelt, vagy hát már tavaly évvégén kiemelt támogatásban részesült a Nemzeti Kulturális Alap által, az lesz a nyitónapja, és természetesen a játszóház, a kézműves vásár, a író-olvasó találkozó, hiszen elég sok néprajzi témájú könyv jelenik meg, elég sok könyv kiadvány kiadását tervezzük mi is, illetve maga a város, úgyhogy egy komplex program lesz, és hát az idén új elemként most már biztos, hogy be fog lépni a táncház, tehát aki nem a báli muzsikát szeretné, hanem az egész napot rá szeretné szállni egy kicsit a hagyományosabb táncos mulatságra, azt szeretettel várjuk majd kint ott. A helyszínen még természetesen még egyeztetések folynak, de mindenképpen az is kint Bükkfürdő lesz, és egy nagyon jó kis hangulatú táncházat szeretnénk köszönteni 25 esztendőt, illetve megidézni a régi Arató mulatságoknak a hangulatát. Decemberben létrejött a helyi értékek feltárására és összegyűjtésére az Értéktárbizottság. Feladatuk, hogy Bükk múltjáról az írásos és tárgyi emlékeket összegyűjtsék. A bizottság vezetője Németh Sándor, Bükk polgármestere, tagjai Taródi Lajos, Heisler Lászlóné és Tóth Tamás. Egy országos értéktár pályázaton szeretnének eredményesen szerepelni. A település születésének 750. évfordulójára többféle könyvkiadvány terve fogalmazódott meg. Folyik az anyagok, dokumentumok összegyűjtése, segítenek a könyvtárosok és a kulturális közfoglalkoztatottak is. Eddig előzetesen 6 kiadvány alapanyagát gyűjtötték össze. Nem állok egy nagy titkot, nekem nagy vágyam volt, amióta itt vagyok, Szabó József könyveinek, Szabó József kéziratainak, tanulmányainak, dolgozatainak a feldolgozása, és itt lenne könyvtárban kincsek vannak. Tehát aki oda betéved, és ennek a lélek számában kicsi, ám de régi hagyományaiban nagyon gazdag történetű kis településnek, a kicsi természetesen idézőjelve értendő, nagyon sok olyan gyönyörű dolgot szedtünk össze, amit érdemes kiadni, és polgármester úrral most leegyeztük, és te is lopom tőle a lehetőséget, hogy bejelentse. Tehát készülni fog egy Bükk 750 kiadvány sorozat.
Ezekben lesz kemény kötésű reprezentatív könyvek, illetve fotóalbumok, illetve hát maga ezek a tanulmányok, ezek a történeti leírások. Ezek eredeti, illetve átdolgozott formába is kiadásra kerülnek az év végéig folyamatosan. Tehát nem egyszerre, hanem szépen beosztva. Illetve minden mellé készülünk egy kiállításra, tehát a nagy tervünk, az is remélem nyerni fog a pályázat, ez itt a műfáz mellett egy szabadtéri kiállítás itt a füves területen, amit a nyári időszakban, akkor a őszi időszakig fönn szeretnénk tartani, hogy lássák az emberek, de természetesen ez az egy eleme, ez pályázat függő. Tóth Tamás célja a tavalyi programstruktúra folytatása, de nagyon sok újdonság is lesz a tavalyihoz képest. A meglévő programokat teszik színesebbé, megőrizve a rendezvények családias jellegét. Hogy egy kicsit felcsigázzuk az érdeklődést, néhány név a sztárok közül, akik idén Bükkre látogatnak. Ocsó Macsó együttes, Csíkzenekar, Pannon cigányzenekar sztárvendégekkel, Queen Bee, Szabó Balázs és bandája. Lesznek népzenei műsorok, és jóval több színház és egyéni előadói est lesz. Fiataloknak szóló programokat a tavalyi évhez hasonlóan az Ifjúsági Klub szervezi idén is. 3-4 hét múlva lesz majd hivatalos, részletes és teljes programterv 2015-re. Nem mindennapi koncert volt Újkéren az alexandriai Szent Katalin templomban. A helyi Rock Memories és a Delta zenekar lépett fel. A 18. században épült templom kívülbelül megszépült az utóbbi időben, azonban az orgona felújítása elmaradt. A jótékonysági koncerttel erre kívántak gyűjteni. 3 év vagy itt vagyok Újkéren, egy félbehagyott, felújított templomba költöztünk bele. A tavalyi év során felújítottuk a templom belsőt, amely tényleg nagyon-nagyon szép lett, és az egyik ilyen nagy hiányossága még a templomunknak az orgona, és úgy gondoltuk, hogy ez a jótékonysági koncert az orgona felújítására, az orgona felújításáért lett. Ez volt az. Két olyan zenekar is fellépett, akik ugye nem templomban szoktak játszani, az Újkéri Rock Memorians, illetve a Delta. Miért pont őket hívta meg? Az Újkéreket azért, mert helybeliek, a Delta pedig azért, mert több éves, akár személyi kötődés, de akár egy nagy szimpátia kötődik feléjük. És talán lehet, hogy nagyon sok a mi vidékünkre szokás, vagy a hagyományos, vallásos ember talán kicsit megütközött rajta, vagy feltette magának kérdés, hogy miért pont ők. De úgy gondolom, hogy minden, ami szép, minden, ami jó, minden, ami az ember életben van, azon a jó Istentől van. És ugye, mivel jótékonyságról szólt ez a mai este, itt igazából azok, akik eltök nyilván, azok is jótékonykodtak, de ne felejtsük, hogy a legnagyobb jótékonykodó itt maga a Delta együttes volt, aki energiát, anyagiakat nem sajnálva eljött ide. Sokan csodálkoztak, hogy a Delta együttes lesz az egyik fellépő. Aki ismeri a zenekart, annak elsőre nem az jut az eszébe, hogy ájtatós énekeket ad elő a templomokban. Nagy-nagy örömmel és izgalommal készültünk a fellépésre, mert egyrészt ilyet még nem csináltunk, másrészt olyan legendás dalszerzők és előadók dalait adtuk elő, amik is magunk módján, amik számunkra nagyon-nagyon fontos dalok, és nagyon-nagyon ideillő dalok voltak remélhetőleg. Mennyire ért meglepetésként bennetek, Ilja, a megkeresés Pál atya részéről? Hát abszolút meglepetés volt, vagy hát mondanám azt, hogy nem, mert Pál atyával már régebbi a kapcsolatunk, úgyhogy nagyon örültünk a felkérésnek igazából, de ez számunkra teljesen új dolog volt, úgyhogy megtisztelő, hogy mi részesei lehetünk ennek a dolognak. A hely szellemének megfelelően, a legnagyobb tiszteletet megadva, olyan dalokat játszottak akusztikus verzióban, mint például a Fényév távolság, a Halleluja, vagy Demjén Ferencről a Gyertyák. Én azt mondhatom személyesen, bár a többiek is biztos ezt gondolják, hogy nagyon jó volt, és most ilyen, hogy úristen, nagyon jó volt ez a sok ember, és felemelő érzés. Igen, ez kifejezetten jó érzés volt, hogy ebben a környezetben is, a templomban is, az Istenházában is ennyien
és ennyire kíváncsiak voltak ránk az emberek, és ez nagyon hatalmas érzés. Most ezt nem is tudjuk elmondani szerintem. Kell még pár igen, de ez elképesztő, tényleg. Tehát amikor egy hallelujárt eljátszunk egy templomban, az valami nagyon felemelő érzés. Az ötlet szülőatya Pál atya. A szervezés már tavaly szeptemberben elkezdődött. Arra senki sem gondolt, hogy ekkora sikere lesz a koncertnek. A Facebookos visszajelzések most már sok mindent elmondanak így előjáróban a dolgokról, úgyhogy először, tehát amikor még nem volt meghirdetve a dolog, és amikor beszéltünk róla csak, akkor azt gondoltuk, hogy eljönnek a barátaink, meg a úgymond legfanatikusabb Delta rajongók, vagy Delta szimpatizánsok, inkább így mondanám. Viszont amikor kikerült a Facebookra, és láttuk a visszajelzést, meg hogy ez mennyire érdekli az embereket, akkor így számítottunk ekkora létszámra végül is. De tehát amikor megláttuk a létszámot, meg az embereket, tehát azért ennyire nem. Tehát ennyi emberre nem számítottunk. Egy jótékonysági eseménykor mindenki fejében ott motoszkál az eredményesség. Ez az újkéri plébánosnak sikerült, hiszen az adományokból 545 ezer forint gyűlt össze. Sportéletbükön. Hamarosan indul a szezon a műfüves pályán, a sportcsarnok télen-nyáron foglalt, hol rendezvényektől hangos, hol pedig mozogni vágyó sportemberektől. A büki sportcsarnok kihasználtsága maximális. Délután 3 óráig az iskolások használják, majd utánpótlás edzéseknek, valamint a szakosztályok felnőtt edzéseinek ad helyszínt. Az esti órák a szabadidő sportolóké. Hobbi futball, kézilabda, kosárlabda. Van, hogy megfordul egy-egy híresebb profi csapat is a teremben, itt töltik az edzőtáborukat. Volt már külföldi és magyar csapat is. Ezen a héten a kecskeméti női kézilabda csapat edzőtáborozik nálunk, akik a csarnokba, a terembe, illetőleg a konditerembe is bekéreckedtek. Emellett a műfüves pályán gyűjtenek erőt. Róluk azt kell tudni, hogy az a Borsodi Péter a vezető edzőjük, aki a Pixegeddel korábban a 90-es években a bajnoki címig jutott, és a keleti csoportban második helyen állnak, azaz esélyesek a feljutásra. Az elnök úrunknak van egy ilyen rendezvényszervezéses kapcsolatrendszere, és az ő ismerettsége és odaadása révén kerültünk kapcsolatba a bükkel. Azt tudtuk, hogy itt kézilabda élet folyik, sportélet folyik, tehát nem is akármilyen, hiszen a múlt évben is már voltunk itt, akkor szinte
nem is tudtunk bekerülni a Büki sportcsarnokban, mert nem kaptunk észbe időben, hanem Szombathelyre jártuk be, most már ősszel felvettük a kapcsolatot ismét Bükkel, és most hála Isten a sportvezetésnek sikerült a teremben edzés lehetőséget kapnunk, amiért hálásak vagyunk, hogy nem kell utazgatnunk, és kényelme, úgymond komfortosan tudunk itt edzeni. Én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a körülményekkel, nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a kiszolgálással, és ezért nagyon szépen köszönöm itt, akik nekünk ebben segítenek. Ez olyan dolog, hogy a sportoló és a sportvezetők életében egy év az óriási idő. Természetesen, hogyha ezt megéljük, akkor nagyon szívesen jövünk ide-vissza. Borsodi Péter maga is kézilabdázik. Maga által tartott edzésekhez nevesebb, tapasztaltabb kollégáktól tanul, gyakorlatsorokat vesz át tőlük, azokat alakítja, saját ötletekkel tolja meg, azzal edzi a lányokat. Ma egy olyan gyakorlatot, ilyen egyéni képzést láthattak itt önök, ahol az állóképesség, tehát az egyéni képzést összekötöttem a egyéni állóképességgel, az egyéni állóképességi lövéssel. Most van rá időnk, tehát ugye itt vagyunk most Bükön edzőtáborban, és most ezt meg lehet csinálni, mert a lányok itt az edzéssel és a pihenéssel vannak elfoglalva. Ha ez hazai környezetben lenne, akkor az iskolával lennének elfoglalva, a munkahelyi problémájukkal lennének elfoglalva, és ott már nem lehetne ilyen fizikai megterhelés alá venni őket. Hogy telik a lányoknak egy napja? Hát a mai nap az egy ilyen speciálisabb nap volt, már 3-7-kor futottunk reggel, aztán egy súlyzó program volt délelőtt, és most ez a dolog, ez az egyéni képzés. Amúgy még kettőt edzünk, ez ilyen vegyes dolog, futó edzés, védekező edzés, lövő edzés, támadó edzés, tehát napi kétszer. Két óra durván fogalmazhatunk így. Több éve hagyományosan tornákat és egyéb rendezvényeket is tartanak a sportcsarnokban. Ha januári-februári időszakról beszélünk, akkor mindenképpen a sportcsarnok kapcsán a téli teremtornákat kell megemlítenünk. Vannak saját rendezésű teremtornáink, ilyen a Büki TK-val közös szélesi emléktorna, ami 15. alkalommal kerül majd megrendezésre EHO 23-ától 25-ig, illetőleg a Brufkal szintén közös szervezésben zajló szalai emléktorna, aminek hagyományosan február 22-e a megrendezésének az ideje, és ez egy utánpótlás torna, de előbbinél maradva a szélesi tornánál jelen pillanatban 25 és 30 csapat közötti jelentkezőnk van. Úgy néz ki, hogy sikerül régi rangjának megfelelő szintre hoznunk. Azt el tudom mondani, hogy például az a csapat is jelentkezett, aki kis hián már a vasi Grand Slam-et teljesítette, a Bunstift, aki megnyerte a második sportbüfé kupát, a Szilveszter kupán is győzött, és Celldömölkön is, úgyhogy nekik már csak ez szükséges ahhoz, ez a szélesi torna, hogy megcsinálják a nagy négyes, de a büki csapatok közül is a Blackjack, a Steva és a tavalyi győztes Petrovi csapatmanház is itt lesz, illetőleg a Büki TK-nak a csapata is indulni fog. Ami a további programokat illeti, el tudom mondani, hogy lesz egy női kézilabda tornánk, a Büki TK kézilabda szakosztályának szervezésében februárban. Lesznek utánpótlás teremtornáink ezen a hétvégén, illetve január végén, február elején. Jellemzően a Lurko és az Illés Akadémia sportszervezőjének az igazgatása alatt, illetve márciusban a Vivo Olimpici hagyományos bajnokság kerül megrendezésre nálunk, úgyhogy zajlik az élet, ami a sportcsarnokot illeti. Műfűves pályán szintén a maximum közeli a kapacitás, 80-nál is több időpontunk van eddig leadva. Ez azt jelenti, hogy az idén az január 19-én indul, és viszonylag korán kezdődik a bajnokság február végén, tehát ebbe az 5 hétbe zsúfolódunk bele, de a hétvégéken reggel 8-tól este 10-ig fog pattogni a labda a műfűves pályán, illetve vannak olyan heteink, amikor hétközben délelőtt is bőven zajlanak az események. Február elején érkezik a Csákvárnak az MB2-es csapata, időjárás esetén a szolnoki MB2-es csapat is nálunk fog tölteni egy pár napot, egy pár edzést, illetve osztrák csapatok, magyar csapatok a szokásos vendégek. A műfű kapcsán nagyjából ennyit tudok elmondani. Itt a kinti program az még képlékeny, tehát ez még alakulóban van.
Új rendezvényt nem terveznek 2015-re. A sportcsarnokban lesz többek közt konferencia, asszonyfarsang, néptáncgála, a Fölszállott a páva műsor előválogatója és Neszli családi nap is. Devecseri László, költő, író, kanadai útjáról készült képeit már több helyen láthatta a közönség. Karácsonytól új helyre, a Csepregi iskolába kerültek, színesítve ezzel az iskola egyhangú falait. Devecseri László író, költő, rendező, tanár egyik nagy álma teljesült. Régóta szerette volna látni a Niagara vizesést. 2014-ben jutott el a tengeren túlra. A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége hívta meg. Interaktív gyermekelőadásával három helyszínen lépett fel. Novemberben mentem, és karácsony előtt jöttem haza. Csak hogy ez egy országos turné volt, óceántól óceánig mondhatnánk, tehát Vancouvertől egészen tűnémi túlzás az Atlanti-óceánig. Nagyon sok helyen jártam, tehát Vancouver, Kitchener, Guelph, Cambridge, mármint természetesen a kanadai Cambridge-ről beszélünk, aztán Ottawa és Toronto. Ezek voltak a főállomások, ahol elsősorban, tehát a féle egyszemélye színházat csináltam, az volt a műsor címe, hogy Varázskendő túl az operencián. Az író a Csepregi iskolával és az igazgatójával nem most találkozott először. Régi barátságról beszélhetünk, meg az iskola történetével kapcsolatban is azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy érdekes, mert ennek az iskolának a születésénél én már ott bábáskodtam akkor, amikor még csak papíron volt. Ugyanis Sólya Miklós a tervező azt szerette volna, hogyha az aula olyan lesz, ahol színházi vagy színházi jellegű előadásokat, tehát a féle színpadi produkciókat is létre lehet hozni, tehát én voltam a színházi tanácsadó tulajdonképpen. És hát úgy tűnik, hogy nagyon jó sikerült ez a dolog, mert ottiék is nagyon jól tudják használni. Aztán mi a színházba elvittük annak idén a Varázskendőt, de a kékpéket is elvittük, ezt a bizonyos kékpéket. És úgy gondoltam, tehát a barátságotival, illetve az iskolával van nagyon jó kapcsolat, hogy legyen egy szép karácsonyi ajándék, és hogy jelképesen ezt úgy oda tettem december 19-én, a karácsonyi fa, hogy most legyen a tiétek, és akkor ebből egy állandó kiállítás lesz. A kiállításon azok a képek láthatók, melyek az író kanadai tartózkodásán készültek. A gyerekeknek tartott előadások mellett egy felnőtteknek szóló irodalmi eset is adott Torontóban, valamint megrendezte Jókai Mor, melyiket a 9 közül című színdarabját Ottawában. Rengeteg élménnyel gazdagodott. Ami elképesztően nagy élmény volt, az az ottawai múzeum. Ennek az egyik fele, a kisebbik fele gyerekmúzeum. Minden gyerek kap egy úgynevezett útlevelet, el is hoztam én, mint nagy gyerek is kaptam egyet, és minden helyszínen a gyereköcök maguk pecsételhetnek. És szívszerelmemmel kezdődött a dolog, egy kis színházterem, de nem az a lényeg, hogy ott van egy színházterem, hanem ott vannak a jelmezek, kellékek, és a szülők leülhetnek, a gyerekek rögtönözhetnek, tehát játszhatnak is egy picit, de a mesterségeket is megmutatják a gyerekeknek. Indiába elkalauzolják őket Egyiptomba, tehát tulajdonképpen a világ minden részébe, és mindezt pecsétté is megörökítetik. És utána átsétáltunk a nagy múzeumba, ahol természetesen az indián kultúra meghatározó, de emellett eljutunk a vikingekig, tehát a kanadai kultúra teljessége érvényesül. Én sokat emlegetem az indiánokat, én gyerekkoromban végigolvastam a Cooper regényeket, és az ember azt hinné természetesen, hogy ez mind fantázia, meg az írói világ megteremtése, de mint kiderült, ez korán sem így van, az angolok mellé álltak az indiánok, és ezért ők hálásak is, nem véletlen, hogy a parlament közelségében, és egy ilyen képet is kitettem a saját falamra, ott van az öreg indián a szoborparkban. És még egy érdekesség, hogy főként Ottawában az angol, illetve a francia rész egy kicsit elkülönül. Most ez az elkülönülés, ez nem merev elkülönülést jelent, hanem azt, hogy ha olyan városrészre érünk, és általában az Ottawa elképesztően kékvízű folyóján túl laknak a franciák, ezt onnét is könnyen meg lehet állapítani, hogy még mindenütt a világon a stop, az
így szerepel a stoptáblákban, ők franciául írták ki, illetve a közlekedési lámpák nem függőlegesek, hanem vízszintesek. Tehát ebből egyértelművé válik, hogy francia területen járunk. Nagy öröm volt az író számára, hogy a kint élő magyarok büszkék gyökereikre és egy szoros közösséget alkotnak. Ezekről az élményekről már készül az új könyve, emellett továbbra is rendez a Szombathelyi Színházban, és járja az országot. Szeretne visszatérni a csepregi iskolába is. Még a szőlőmetszést megelőző időszakban a csepregi borászok szakmai tanácskozást szerveznek minden évben. A szakmai előadás mellett értékelik a tavalyi borokat is. A csepregi borbarát hölgyek a környékbeli és helyi borosgazdákkal együtt minden év januárjában bemutatják az előző évi bortermést. Az idén Szövényi Norbert, a Kertrét Kft. Borászati vezetője színvonal a szakmai előadás keretében adott tanácsokat az esetleges borhibák kezelésére. Tartalmaz kovasavszolt, ez semmi másra nem kell, mint hogy a zselatint, hogyha mellé tesszük a kovasavszolt, akkor a zselatin az kipelyhesedik, és ezek a pelyhek, amik képződnek a borban, ezek szépen azt így lesúlyozódnak és lehúznak a bor aljára, ha eddig ugye nem akartak leülepedni. Tehát az előadásom során próbáltam az évjárati sajátosságokat egy kicsit jellemezni, és ezek alapján a borászati kezeléseket, vagy az indokolt kezeléseket, kezelésekre felhívni a figyelmet. Az egyik sarkalatos pont idén azt hiszem mindenképpen a savtartalomnak a kérdése. Ugye a szőlők érettsége nem volt minden esetben megfelelő, ez alapján a savtartalom is egy kicsit magasabb az elvártnál, vagy a megszokottnál. Ez egy nagyon fontos momentum. A bor bemutató alkalmával a borosgazdák megosztják egymás között tapasztalataikat, a meghívott szakember segítségével kielemzik az egyes bormintákat, megvitatják a szükséges borkezelési technikákat. Betegszülő nem volt benne, tehát tényleg egészséges volt. Két hétig volt a héjon. Igazából egy érdekesség azért van, hogy gyakorlatilag ti is tudjátok, hogy a héjon eljel, és akkor szivattyúval ember levesse a levet, és ez a 8-7-es holgaz a színlé. A savai eléggé hát meggyalogoltak, tehát nem olyan veszélyes, mint korábban volt. Nem mértem a savát sem, csak úgy érzékszervileg úgy gondolom, hogy hát nem csalódtunk. Bár nehéz évjárat volt, de én rosszabbra számítottam, hogy rosszabb volt kisülni belőle. Szerintem érződik, hogy van mellé valami téve, de ezt nem tudok, hogy hány százalékban. Ugye a bortörvény az engedélyez 15? Igen. Azt hiszem az a határ, hogyha akkor végül is, ha a fogyasztóknak tetszik. Én nagyon sok fajta bort végigkóstoltam most itt a kóstoló során, ugye indultunk egészen vagy először a fehér boroktól, és utána rozékon, ugye vörösökön keresztül végeztük be a sort. Sok színűek voltak a borok, voltak benne számomra is újdonságok, vagy újítások, itt többen próbálkoznak a szürke barátnak az áztatásával, ami nem egy általános, bár azért néhány borvidéken terjedő borkészítési stílus. Voltak, azt mondom, nagyon kiemelkedő borok, amik nagyon szépen el voltak készítve, főleg a fehér boroknál volt ez nagyon, és a rozéknál kontrasztos, és emellett volt néhány olyan típushiba, vagy évjárati típushiba, inkább úgy mondanám, ami aztán a kóstolt borokban is visszaköszönt. Ezeknek a kiküszöbölését is aztán hát a kóstolások során is próbáltam egy kicsit a szakmai tanácsokkal segíteni. Úgy nagy általánosságban a borminőség az évjárat ellenére szerintem teljesen jónak, teljesen megfelelőnek mondható. Szövényi Áron elmondta, hogy már szület előtt lehet látni, hogy mikor, miben kell a születet követően beavatkozni a technikai folyamatba. Ha a gazdák felkérik szület előtti eszmecserére, akkor is szívesen ad tanácsokat. Én várom és szívesen állok a felkérés elébe. Aerobik, jóga, kengú. Több mozgásformából válogathatnak a mozogni vágyó hölgyek a Büki Művelődési Központban. Választhatja a régi hagyományosat, de kipróbálhatja az új, éppen divatos óratípust is. Négy, három,
amikor azt halljuk, hogy aerobik, nagyjából mindenki tudja, mi az. Az általános fittséget javító, fejlesztő, zenére csoportosan végezhető mozgásformák csoportja, ahol az edzés során a szervezet aerob terhelést kap. Többen űzik ezt a Büki Művelődési Központban tartott aerobik foglalkozásokon. Mások a fit body órákra járnak, ami hasonló mozgásforma. A body fit egy aerobik sportágat takar, igazából a nevet újítottam csak meg, tehát hogy az embereknek figyelemfelkeltőbb legyen, ne simán aerobik óra, hanem fit body, ugye a testet formáljuk. Azért más ennek az órának a neve, tehát nem sima aerobik óra, mert teljesen más gyakorlatokat csinálunk. Ez nem egy koreográfiás óra, két részből áll. Az első része egy állóképességet fejlesztő, illetve zsírtégető rész, a második része pedig egy erősítő, izomépítő munka. A korosztály vegyes, vannak fiatalabbak is, a 20-as éveiket takaró emberek, illetve van 30-40-50-es éveiket járó emberkék is. Jó. Főiskolás éveim alatt kezdtem el, de igazából gyerekkorom óta sportolok. Ennek most már a magának az aerobiknak lassan 10 éve, hogy ezt a sportot üzem. 2. Megtartod kint és nyújtok föl. 8. 7. 6. 5. 6. 5. A fit body célja, ahogy az aerobiké és minden más mozgásformái is, a testi-lelki frissesség megszerzése, fenntartása, fejlesztése az egészség megőrzése mellett. A fizikai kondíció fejlesztése, az erőllét növelése, főbb izomcsoportok erejének növelése és szakszerű nyújtása, mozgáskoordináció tudatos fejlesztése, stresszoldás, jó közérzet, jó kedv, életöröm elérése. Természetesen minden korosztálynak ajánlott, aki mozogni szeretne. Egy nőnek szerintem nagyon fontos, hogy amikor tükörbe néz, akkor mit is lát, és hogy elégedett legyen önmagával. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az órámnak nem is maga a sport része a legfontosabb, hanem amikor eljönnek a vendégek, akkor mindig azt mondom, hogy legelső, hogy érezzük jól magunkat. Ez egy kikapcsolódás, az egy óra, kellemes zene van, jól érezzük magunkat, egy megszokott csoport van már, akik tényleg szívesen jönnek. Élettani hatása egyrészt az, hogy ugye egészségesebb életmódot fogunk folytatni ezáltal, különböző betegségek, mint a magas vérnyomás, vagy éppen az elhízás, említsük ezeket, már is kevesebb az a tényező, ami ugye feláll ezekkel kapcsolatban, hogyha valamilyen sportágat folytatunk. Katalin Szombathelyen lakott családjával, de 5 éve Bükkre költöztek. Alig 3 éves kislánya szokta elkísérni az óráira, bekapcsolódik ő is a felnőttek mozgásába. Utánozva lehet a legjobban tanulni. Kedves nézőink, közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb a jövő héten jelentkezünk. Műsorunkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!